kicsit egzotikusabb, különlegesebb és szenvedélyesebb életet szerettem volna. Ez a régészetben és kifejezetten az utazó régészetben megadatik. 2-3 havonta új országban élek, új emberek között, új körülmények között. Egy folyamatos pörgés van, és folyamatosan toppon kell lenni, folyamatosan kérdésekre kell választ keresni. Ugye maga az egész régészet tudománya, mint olyan, az erről szól. A nehéz körülményeket kihívásnak élem meg. Amikor reggelente beülünk a jeepbe, és elindul az ember a sivatagon keresztül az ásatási helyszínére, akkor szinte hallja az ember a fülében az Indiana Jones zenéjét. Szudán, Irak és Jordánia után a legutóbbi expedíció Egyiptom területén. A 20-as éveiben járó magyar régészlány legutóbb Kairóban ásott, egy óriási szeméttelepen, térdig állva a talajvízzel teli gödörben. Szóval mi történt az elmúlt pár napban Heliopolisban? Ahogyan azt láthattátok a nagy nemzetközi sajtóban, és itt most értem a BBC, CNN, National Geographic, Guardian, Reuters, New York Times, és felsorolni sem tudom, hogy hány egyéb adónak a csatornáján és címlapján láthattátok, találtunk egy kolosszális méretű szobrot. Amikor megtaláltátok, mi volt az első része ennek a szobornak, amit megpillantottatok, és akkor már tudtátok, hogy ez valami iszonyú nagy dolog lehet? Ugye nagyon magas volt a talajvízszint, úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy igazából a vízből került ő elő, és először a válnak a csúcsa. És a vál csúcsból még nem volt teljesen egyértelmű, hogy ez melyik része lesz a szobornak, és ahogy szivattyúztuk le a vizet, úgy egyre nyilvánvalóbb volt, hogy ez a karnak a felső része, és hogy ez egy óriási szobor lesz. Ugye eredeti méretét tekintve 9,5 méter magas lehetett, tehát ez tényleg óriási, egy több tonnás darabról beszélünk, ami valószínűleg egy templom előtt állhatott. Akkor itt látjátok a hátam mögött a szobrot, csak egy nagyon aprócska videót tudok készíteni, mert a rendőrség mindjárt lecsap rám. Ott ülnek mindenféle pajzsokkal felszerelve, de szóval a szobrok ma este kerülnek elszállításra, és ilyen szépen be vannak csomagolva. Ez a nagyobbik, ez a felső testnek a töredék, a kisebbik pedig velem szemben van. Arról majd teszek fel fotót. Hát sziasztok! Üdvözletemet küldöm Irakból. Azt hittem, hogy erről nem fogok tudni beszélni, és valahogy a papírokból nagyon szigorúnak tűnt az egész ügy, de igazából bár az expedícióról nem beszélhetek, bár arról nem beszélhetek, hogy kikkel vagyok itt és mit csinálok, de arról beszélhetek, hogy milyenek az iraki étköznapok, hogyan néz ki a bazár. Az európai és amerikai régészeket a helyi férfiak apró kedvességgel próbálják meghódítani. Az egyik iraki expedíció alatt egy nagypapakorú férfi próbált udvarolni a magyar leánynak. Úgy gondolta, hogy éppen beleillene virág a sorba, mint negyedik feleség. Reggelente elkezdett nekem édességeket hozni minden reggel, ami az udvarlásnak egy nagyon, hogy mondjam, elterjedt és megszokott formája ebben az országban, nagyon helyesen, és én viszont erről nem tudtam, és én úgy gondoltam, hogy hát csak kedves akar hozzám lenni, ezért én minden reggel elfogadtam ezt az édességet, amiről aztán rövid úton kiderült, hogy ez felhívás keringőre, úgyhogy aztán ezt az egész ügyet végül orvosolni kellett. Majd 3 hónapig ivóvíz, áram, internet és telefon nélkül. Küzdelem a mindennapos homokviharral, skorpiókkal, kígyókkal, malária szúnyogokkal a világ végén. Szállást a 6 régész egy sárkonyhóban kapott, ahol a népes családdal együtt aludtak. Nem volt fürdőszobánk, vagy fürdésre alkalmas hely, tehát nyilván a Nílusban kellett mosakodni, de ugye ott nem lehet levetkőzni, tehát nyilván ruhában kell megmostia magát az embernek egy ilyen országban. Tehát azért itt nagyon sok körülmény volt, ami ugye mindennapokat úgy erőteljesen megnehezíti. Tehát most mondok egy példát, nyilván ki akarom mosni a ruháimat időnként, akkor az úgy indul, hogy lemegyek a Nílushoz, hozok vizet, beleöntöm a lavorba, és akkor szépen körömkefével, meg a mi helyi szappannal, ami olyan, amilyen, megpróbálod ki söprögetni a homokot, vagy bármit a ruháidból, tehát ezért ez minden ilyen körülményes, és minden ennyire nehéz. Tehát akar az ember főzni, akkor megint le kell menni a Nílusra, hozni vizet, tüzet rakni,
rátenni a kannát, tehát minden ötször annyi időbe telik, mint amúgy normálisan. Továbbra is a heti egyszeri fürdés játszik a Nílusban, ami tegnap volt, de hát ahogy látjátok, hagy némi kívánni valót maga után a dolog, és azért is merek így belefeküdni a homokba, mert teljesen mindegy, hogy megteszem-e vagy nem, ugyanúgy koszos vagyok. A WC állapota az egyre rosszabb, mivel kb. 20-an járunk ugyanarra a lukra, és a lukat úgy értem, hogy tényleg konkrétan egy luk van a földön, és hát igen. Szóval áldozni állapotok uralkodnak a luk körül, úgyhogy itt főleg a fertőzés veszély az, ami szerintem gáz, úgyhogy emiatt egy picit félek is, de hát ez van. Melyik expedíción féltél a legjobban? Azt hiszem egyértelműen Szudán volt az, ahol voltak félelmeim, ez más expedíción nagyon nem fordult még elő, de itt elkaptam egy olyan betegséget, ami miatt pár hétig nyomtam az ágyat, és hát itt az orvosi ellátás azért nem annyira fejlett, mint mondjuk Afrika, akár más országaiban, és azért nem igazán volt, aki tudott volna segíteni rajtam. Arra, hogy bármire képesek vagyunk, és az álmuk valóra válhatnak, Virág a legjobb bizonyíték. A magyar régészek élete tele van lehetőségekkel és csodákkal, miközben feltárják a múltat, hogy a történelem mindenkié lehessen. Nagyon furi. Nagyon furi dolog. Mondjuk egész életemben ilyen életre vágytam egyébként, tehát egészen kislánykorom óta azért mindig azt gondoltam, hogy valami ilyesmi az igazi élet.